Na, köszöntök mindenkit, újra itt lennénk egy CMT a V3 videóval. Ismét Last Gran Turismo jelentkezünk. Hát, előre is elnézést kérek a zúgás miatt, de hát így, hogy még le is vettem a mikrofonom hangerejét, mert hogy meg volt emelve 10 decibellel. Így is van sajnos ez a zúgás, ez az alapzaj. Nem tudom, hogy miért. Eddig azt hittem, hogy azért, mert ugye adtam hozzá plusz hangot. Hát ezek szerint nem csak az számít. De mindegy, ez a videó arról fog szólni. Hát, látjátok, egy kicsit furcsán áll itt a BMW, nem a szokványos helyén. Nos, hogy miért? Miért nem ott áll benn a beállóban? Hát ezért. Gyerekek! Ez az új autón. Annyira már nem új, de mégiscsak új. Tibi, nem láttátok, ezért gondoltam, bemutatom nektek. Na szóval, láthatjátok, hogy ez egy Nissan Silvia. Nem tudom, hányan ismerik fel. S15. Van benne egy gyönyörűséges motor. Azt leszögezzem előre, hogy töltöttem le egy hangmodot, mert az alaphang elég ocsmány volt. Ez nem tudom, hogy mennyire élik igazából hozzá ez a hang, ami most van. Meg ugye a fék hang is megváltozott. Most ilyen hangja van. És jól halljátok, durrog a kibufogó. Látjátok szépen, Nissan Silvia S15. Hogy mennyiért vettem ezt a járgányt? Egész pontosan 370 ezer dollárért. Most nincs olyan sok pénzem, látjátok, van a bankban 36 ezer és ennyi. Nálam van kéznél 2484 dollár. Igen. Kaszinóztam. Szerencsém volt. Beadta. Háromszor is. Egyszer beadta az 500-ast, a 40-szeresen, tehát a szerencsekereken, szerencsekeréken, igen. Beadta, majd beadta még egyszer, és mondta a csaj, hogy nyugodtan toljam neki tovább, és beadta még egyszer. Akkor lett meg a 350 ezer. És utána, most vagy nem emlékszem, másnap, vagy még aznap este beadta megint. Lett olyan 450 ezer körül, és hát minden álmom ezt az autót. Robot van ezt ki. Imádom, hogy durrog. Minden sebességnél durrog. Van, nagyon durva. Imádom egyszerűen, imádom. Engedik az ablakokat, úgy jobban néz ki. Az ördög. Jó kis driftes, mert mutatom is, hogy mi van benne. Közben tart a VB event, és láttam itt eladó labda lelőhely. 4000 per darab. Na most ezt nem tudom, az megmondják, hogy hol van, és akkor én azt is hitessek. Jaj, hogy mindig rossz sokor érek ide. És piros hullámba vagyok. Ide szépen félrelünk, és akkor bemutatok az autóról mindent. Meg el is mondom, hogy úgy került hozzám. Na, állítsuk le, mert csak a felénél van a benzin, és lassan tankolni kéne bele. Na szóval, ez a drága kis Nissan Silvia. 4 Venommal rendelkezik, tehát driftes, airride és ennyi. Az izzót én cseréltem ki, át is festettem,
A fenét is kicseréltem rajta, úgyhogy költöttem még rá, azon a 370 ezeren kívül. Igen. Szerintem 370 ezerért megérte ez az autó, mikor nem is volt a legjobb állapotban. Igen. Hát eléggé át lettem palizva legalábbis én. És nem akarok csak beszélni, mondjuk azt, hogy balfék voltam. Elmesélem akkor a sztorit, na. Kipróbáltam, hogy odahozta a csávó a parkolóba, ott lenne a benzinkútnál. Drifteltem is vele pár kört, kipróbáltam, hogy durrog, meg minden, mondom, ez rohadt jó, tetszik. Hát törött volt alapból is, és még füstölt is a motorja. Megvettem 370 ezerbe, elvittem szerelőhöz, ott hagytam majdnem 9000-et. Utána megyek, fekvőrendőr, megtörik. Megyek tovább, patka, megtörik. Állnék be a beállóba otthon, megtörik, ahogy tolatok föl a járdára, tudod. Mondom, ebből baj lesz. Lehet, hogy nem a legjobb választás volt ez az autó, hogyha ilyen a panelja. És már azon gondolkodtam, hogy kéne írni egy adminnak, hogy nem lehetne ezt így megváltoztatni. És hát a fejlesztőnek ugye, nem lehetne ezen változtatni, hogy normális legyen a panelja. Úgyhogy Jamallal is közben írogattam, és mondta, tegyek rá Airride-ot. És azt írta a csávó, mikor beszélgettem, hogy mi van benne. Azt írta, hogy van benne Airride. De utána meg elfelejtettem, és utána, amikor mondja a Jamal, hogy tegyek rá Airride-ot, nézem, van benne. Van benne Airride. Megnyitottam az Airride-ot. Porig volt ültetve, vágod? Porig volt ültetve. Csoda, hogy mindenem megtört. Hát mondom, ez így rohadt jó. Na, onnantól viszont már normális állapotban van. Azóta nem volt úgy komolyabban megtörve. Legalábbis úgy emlékszem. Szerintem így ennyi. Matricát szeretnék majd rávenni, de azt mondták, hogy olyan 70 ezer környékén árulják. Tehát annyiért tesznek rá körülbelül. És hogy most arra gyűjtök igazából, mert van egy rohadt jó matrica. Lehet, hogy ahhoz majd felnit is kéne cserélni, nem tudom. Az majd kiderül. Hát az a baj, hogy ez a felny még viszonylag jól néz ki rajt. De kilógnak a kerekek. Főleg a hátsó. És szélesebb kerék volt rajta, tehát én még rá is soktam a normált, és még így is kilóg. Mert keskeny meg azért nem akarok, mert ez egy mégiscsak driftelős autó. És akkor kicsit durrogtassunk, szerintem. Így bugoltatni fogom. Tehát ugye a hátsó kerekes azért itt helyben nem lehet sebességet váltani benne. Ha nyomok közben a kézüféket, viszont ha nem nyomom, akkor lehet, és akkor lássuk. Így van, csak közben lehet, hogy ezzel a gumit is égetem. Na, akkor nézzük egy speed testet. Én azt mondom, nézzük, mennyit megy. Én azt már tudom, de most meglátjátok ti is, hogy egy driftes, 40-os Nissan Silvia mennyit is megy. Hogy mennyi a vége neki. Talán nincs semmi akadály most az a pályán. Nem néztem meg, de most fényderül minden titokra. Indulunk! Ugye a hátsó kerekes olyan túlságosan gyorsulással, nem az a tökéletes drag autó, és látszik, hogy 2,95-tel tud menni a járgány. Ilyen a hangja. Ezzel a móddal. A BMW-nek nem változott a hangja, én annak örülök is, mert annak alapból is tűrhető. De ennek amilyen szar volt, hát mintha... Ilyen régi kis roncsal mennék, tudjátok az ilyen... Mi van ebben az a 70-es jevel? Az a rozsdás. Ami olyan hangja van. Így meg nem tudom igazából. Most megnézem majd, hogy milyen hangja van
valóságban egy Nissan Silvia-nak. Na pont ott volt egy az autó. Amiről az előbb beszéltem, hogy kb. Olyan hangja lehetett, jobban előtt. Elfelejtettem, mit miről akartam beszélni, miről beszéltem. Ja, igen, hogy megnézem, hogy milyen hangja van az. Milyen hangja van IRL. A Nissan Silvia-nak. Most fontosnak. Egy videót már láttam, hogy a világ leghangosabb autója, de hát az furra ki volt. Spéci, az olyan furrosan tűnő volt. Az teljesen át volt alakítva. Nem olyan alapján kell szerintem megítélni. Hát ott is áll pont egy olyan sevel. Aztán az a 70-es. Vagy hányas. Ja, úgyhogy gyerekek. Most, hogy a videó végére szerintem összevágok nektek egy ilyen kis válogatást, és rakok alá még zenét is. Úgyhogy ahhoz is jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet, a videó ennyi lett volna. Persze itt a végén azért még berakom azt a jelenet sort. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban találkozunk. Én Emel voltam, sziasztok! Persuasions I'm used to, finding comfort in the zones of classic bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around a castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary eyed nose running, wiping snot on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Bitch, you did.